Nem először hódították el a bátaszékiek a vadó bajnoki serleget. Ez a magyar bajnokság igazi sikerélményverseny, így fogalmazott Nagy Ákos, a bátaszéki karate szakosztály vezetőedzője, aki összegezte eredményeiket. A verseny az Budafokon, a BMTS sportcsarnokban zajlott, mint minden évben. Körülbelül 500 nevezés érkezett be, 17 vadós csapat, ugye azért hívják ezt vadó magyar bajnokságnak, mert kimondottan a vadó stílus, vadorjú stílus versenyzői, klubjai neveznek erre a versenyre. Jól sikerült, nagyon jól zártunk, mert 17 aranyérmet szereztünk, és ha jól emlékszem, akkor 9 ezüstöt és 9 bronzot, és egy 27-28 fő stábbal mentünk, tehát az azt jelenti, hogy tudomásom szerint, ha jól emlékszem, azóta már sok minden történt velünk, de minden versenyzőnek lógott érem a nyakába. Hefner Zsófia pedig a világbajnokságon bronzérmes lett. 56-an indultak a kategóriájában, így ez hatalmas eredmény. A szakosztálynál még nem sikerült teljesen feldolgozniuk az élményt. Nagy média figyelem övezi őt és edzőjét. Rengeteg üzenetet, gratulációt kapnak. Azt tudni kell, hogy a magyar válogatott 28 fővel utazott ki, és a 28 főből ez az egyedüli érem született. Tehát ebből is látszik, hogy milyen komoly verseny zajlik az érmekért. Nagyon-nagyon pozitívak voltak a visszajelzések. Zsófi edzés közben mesélt nekünk, hogy milyen volt belülről megélni a bronzmeccset egy ilyen nagy nemzetközi tornán. Azt szerettem volna, hogy az első pont az enyém legyen, így a szensú is, hogyha véletlenül egy pontarányban ugyanannyi lesz a pont, és végül engem tudnak kihozni. Onnantól, miután az első pont megvolt, próbáltam csak előre menni, és a végén egy 8 pontos arányjal én tudtam nyerni. A karate szakosztálynak igen sűrű a programja. Még csak pár napja tértek vissza a világbajnokságról, már is hangolódnak a vadó EB-re, ami Cipruson lesz. 9 versenyzőjükkel indulnak útnak október 24-én.